Az ünnepi könyvhéten teltház fogadta a tavaly megjelent nagy sikerű 50 elszánt magyar nő című kötet író-olvasó találkozóját a Városi Könyvtárban. Az elsősorban gyerekeknek szóló könyv társszerzője Neset Adrien mellett Makai Erika szumó bajnoknő mesélt arról, kiket is nevezhetünk elszánt nőknek, és hogyan lehet megfelelni a társadalmi szerepeknek, elvárásoknak vagy önmagunknak. Makai Erika elárulta, hosszú éveken át tartó belső harcot vívott, melyet a szumó és a sportközösség segített legyőzni. 16-18 éves lányok is odajöttek, és kérdezték azt, hogy hát de hogy és mint. És láttam bennük azt a kétséget, azt a küszködést, amit annak idején én is átéltem. Amikor nem voltam megelégedve magammal, azt mondom, hogy hát 60-70 kilósan kövérnek éreztem magam, és azt a bizonytalanságot látom bennük, és rá kell jönniük nekik is arra, hogy nem feltétlenül a külsőségekre kell adni, hanem az, ami belülről jön, és hogy merjenek saját álmaik előtt, csak ők az akadályok. A szöveggyűjtemény megalkotásának elsődleges célja az volt, hogy az iskolások számára, mint segédanyag, kiegészítse a tanultakat azokkal a női karakterekkel, akik valamilyen módon hatással voltak környezetünkre, akár úgy, hogy szembeszálltak az akkori társadalmi normákkal. A kötetben szereplő 50 nő a kultúra, sport vagy tudomány terén elért eredményeikkel, életszemléletükkel példaértékűek lehetnek a fiatal generációk számára. Neset Adrien elárulta, a több mint 100 nő közül nehezen választottak. Az egyik szempont az elődök előtt való tisztelgés, a másik az úttörők, elsők kiválasztása volt. Nézzük meg az elsőket. Ki volt az első magyar orvosnő, ki volt az első magyar ügyvéd, az első magyar női karmester, az első magyar világbajnok is egy hölgy volt. Ez volt a másik, aztán volt egy harmadik szempontunk is a végére, a még élő. Például, mint a maga Erika szumó Európa bajnok, hogy legyen érdekes sztoriuk, tudjanak ők is valamiféle új dimenziót behozni egy kislánynak az életébe. Így jött például Wynne Hughes Veronika, aki gyakorlatilag hajóstoppal járja körbe a világot. Fodor Marcsi és Neset Adrien már gondolkodik a folytatáson, hiszen a könyv a fiatal célközönség ellenére élvezetes lehet a felnőtt olvasók számára is.